Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. Ebben a videóban arról az öt természetes belső és külső fertőtlenítőről lesz szó, amelyekkel hatékonyan felveheted a harcot a gombák, a baktériumok és a vírusok ellen. Nagyon sok betegség valamilyen fertőzéssel jár. Például a bőrfertőzések, a légúti fertőzések, a gyomrot és a bélrendszert érintő fertőzések, a májat megtámadó fertőzések, a hajon keletkező fertőzések, vagy a nemi szerveket érintő bakteriális és gombás fertőzések. A fertőzésekkel szemben az orvosok a legtöbb esetben antibiotikumokat írnak fel, amelyek egy bizonyos mértékig segíthetnek, de egy idő után a kórokozók hozzájuk szoknak, és hatástalanná válnak, arról nem is beszélve, hogy mennyi kárt okoznak ezek a gyógyszerek, például a bélrendszerben. Lássuk is az elsőt, a grapefruit magot és a belőle készült cseppeket, olajat. A grapefruit mag kórokozókat elpusztító hatásáért a limonoidok és a naringenin nevű polifenolok a felelősek elsősorban. A grapefruit mag cseppeket gombás fertőzések esetén érdemes használni, mint amilyen a kandida, a lábgomba vagy a körömgomba. De tapasztalatok alapján a húgyúti fertőzéseknél is nagyon hatásos. A grapefruit mag cseppeket egyszerűen használhatjuk, egy pohár tiszta vízbe csepegtessünk 10-20 cseppet belőle, naponta akár több alkalommal is, és ígyuk meg. Külső fertőzések esetén egyszerűen csepegtessük rá a fertőzött testrészre, és hagyjuk felszívódni. A grapefruit mag cseppekkel fertőtleníthetünk egyébként eszközöket, tárgyakat is, például fogkefét vagy ruhát. A második kiváló természetes fertőtlenítő az a propoliszt és a belőle készült cseppek, azaz tinktúra. A propoliszt is használhatjuk mind külsőleg, mind belsőleg is, és elsősorban például herpes, afták, torok és gyomorfertőzések esetén érdemes bevetni. A külső problémák esetén, mint amilyen például a köröm és lábgomba, a grapefruit mag cseppek mellett a propoliszt is lehet alkalmazni, a propoliszt is tud segíteni. A propoliszt cseppeket, ha belsőleg fogyasztjuk, akkor csepegtessük bele például egy kevés kis mézbe, és úgy nyeljük le. A propolis cseppeket lehet langyos italokba is tenni, és úgy meginni. Külsőleg például herpes esetén csak vigyük fel a bőrfelületre a cseppeket, és hagyjuk megszáradni. A propolis tartalmaz flavonoidokat is, amely anyagokról tudjuk, hogy jó hatással vannak az erekre és a szív működésére, illetve antioxidáns erejük segíthet ugye a károsító szabadgyökökkel szemben is. A harmadik nagyszerű választás az az ezüst kolloid vagy ezüst oldat lehet. A propoliszt után az ezüst talán a második legrégebbi természetes fertőtlenítő, amit használ az emberiség. Mégis néhány évvel ezelőtt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság betiltotta az ezüst kolloid belsőleg történő alkalmazását. Mindeközben az Egyesült Államokban és a világ más országaiban az ezüst kolloid továbbra is fogyasztható, alkalmazható belsőleg, tehát mindenki saját maga mérlegelje az európai hatóságoknak a döntését. Az ezüst kolloid megsemmisítő hatásai több száz vírussal és baktériummal szemben igazolódtak már be laboratórium körülmények között is, így szinte mindenfajta fertőzéshez alkalmazhatjuk. Az 1930-as évekig egyébként az ezüst kolloid volt az egyetlen antibiotikum, ami jelen volt a gyógyászatban. Használhatjuk szájöblítéshez, gargarizálhatunk vele, így a száj nyálkahártyáján keresztül is fel tud szívódni az anyag, de felvihetjük a bőrfelületre is külső fertőzések esetén. Az ezüst kolloidot alkalmazhatjuk tárgyak, eszközök, ruhák fertőtlenítéséhez is, illetve például asztma vagy más tüdőproblémák esetén inhalációs porlasztóval is be lehet lélegezni, be tudjuk vinni a szervezetünkbe.
A negyedik hatékony fertőtlenítő az a teafaolaj. A teafaolaj kiváló akné és pattanások esetén, például ha arcmaszkokba alkalmazzuk, de használható korpás haj esetén is, ilyenkor tegyük bele a teafaolaj cseppeket a samponba, és úgy mossunk vele hajat. A teafaolajat alkalmazhatjuk körömgomba, lábgomba esetén is, illetve szemölcsöknél is. Ilyen külső problémáknál egyszerűen vigyük fel a problémás felületre, például kevés olívaolajjal vagy mézzel elkeverve, és hagyjuk rajta 20-25 percig. A teafaolajjal nagyon jól lehet inhalálni, gőzölni is, melegíts fel egy edényben tiszta vizet, esetleg tegyél bele a végén gyógynövényeket is, majd csepegtess a vízbe 5-10 csepp teafaolajat, és egy törölköző segítségével kezd el inhalálni a gőzt. Légúti és tüdőfertőzéseknél sokat tud segíteni ez a módszer. És az utolsó, az ötödik fertőtlenítő, amit bevethetünk a kórokozók ellen, az a manukaméz. A manukaméz egy Ausztráliában és Új-Zélandon termő virágból előállított méz, melynek kórokozó ellenes hatása akár 80-szor erősebb is egyes esetekben, mint a hazai mézeké. A manukamézet belsőleg főként a gyomor és a bélrendszer fertőzéseinél érdemes használni, például a fekélyekkel járó fertőzéseknél, mint amilyen a Helicobacter pylori. Rengeteg kutatás készült már a manukaméz sebgyógyító erejéről is, és nem csak embereknél, de állatoknál is. Sokan használják például kutyák, lovak sebeinek gyorsabb regenerálódásához. Külsőleg vigyük fel a sebre a manukamézet, majd kössük be a sebet. Keres rá a keresőben, találsz több videót is, ahol mutatják a külső alkalmazás módját sebek esetén. Én rendszeresen eszem a manukamézet, és nem csak a téli időszakban, naponta egy-két alkalommal egy kávéskanálnyi adagot eszek belőle önmagában. Finom és ráadásul egészséges eledel. Remélem tudtam segíteni neked ezekkel az információkkal, és minél hamarabb ki tudsz gyógyulni a fertőzéseidből. Fontos, hogy a táplálkozásunk is rendben legyen, hogy erős legyen az immunrendszerünk, mert a kórokozók, a gombák, a baktériumok imádják a cukrot, a szénhidrátokat, a gabonaféléket, tehát lecsökkenteni a bevitelük mennyiségét egy fontos lépés a gyógyulás felé. Ha te is ismersz hatékony, természetes fertőtlenítő szereket, segíts másoknak, mondd el a hozzászólásodba, hogy te mit szoktál alkalmazni, ha pedig személyes kérdésed van, küldd el nekem e-mailben. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, ne felejtsd el megosztani másokkal is, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a YouTube csatornára, hogy időben értesülj a következő videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a legjobb természetes fertőtlenítőszerekről volt szó. Jó egészséget kívánok neked, és köszönöm a figyelmed!